Tekintve, hogy a Kisvárda legutóbb október 12-én győzött bajnoki meccsen, és a forduló előtt a 13., azaz kieső helyen állt a csapat, az egy ponttal többet szerző Békés Csaba ellen elvárás volt a hazai siker. Az első fél időben felváltva estek a gólok, egyszer ugyan két találattal meglépett a házigazda, de a vendégek egyenlíteni tudtak, Kucserova utolsó pillanatokban szerzett góljával mégis előnnyel vonulhatott pihenőre a Kisvárda. A második 30 percet a Békés Csaba kezdte jobban, aztán ismét fejfej mellett haladtak két csapat. A hajrára 20-17-es hazai vezetéssel fordultak a felek, akkor úgy tűnt, hogy meg lesz az áhított várdai győzelem, azonban az utolsó 7 percben csak a vendégek voltak eredményesek, így a házigazda számára csalódás jelentő döntetlennel ért véget a találkozó. Az élmérkőzéseken ugye hazai pályán mindenképpen nyerni kellene. Hát ez megint csak nem jött össze. Illetve már a negyedik olyan meccs, amit a hajrába szorosan X-en, vagy most jelenleg szerint még vezettünk is, és nem sikerül megnyerni. Ez ennek a problémáját nagyon hamarnak kell fejtsük, különben óriási bajba kerülhetünk. Egyébként teljesen egyetértek Skalicki Lászlóval, hogy ez igen rányomta a bélyegét a tét a meccsre, tehát ez alsóházi rangadó, tehát csak az első fél időben 10 technikai hibát vétettünk mi is, tehát hívhatjuk a kapusok meccsének, illetve a védekezés, jó védekezések meccsének, de leginkább mind a két csapat tényleg rengeteg technikai hibát vétett, tehát egy szám szerint azt hiszem 17-et, tehát ez egy őrületes szám. A vendégek edzője Skalicki László az egypont megszerzése mellett annak is örült, hogy csapata nagyrészt végre tudta hajtani az általa elvártakat. Aránylag kiegyensúlyozottabb volt a játékunk, mint szokott lenni. Aminek örülök, hogy amit terveztünk játékritmusban, szervezettségben, azt úgy sikerült végrehajtanunk. Megvoltak a védekezésben, megállító fogottak, megvoltak a kiszorítások. Tehát azt gondolom, hogy abban nagyon sokat tettünk. Kár volt a eladott labdák, amiből könnyű gólokat tudott dobni az ellenfél. A támadójátékban több hiba volt, nem volt meg az a karakterisztika, a támadó kapacitásunk az átlövő területen. Ebben azt hiszem, hogy deficit mutatkozott. Az NBA tabelláját a Győr vezeti 100%-os teljesítménnyel, megelőzve a 22 pontos Ferencvárost. A Kisvárda 5 pontjával a 13., egy ponttal lemaradva az egy meccset többet játszó, már bennmaradó helyen álló Békés Csabától. A hétvégén nem rendeznek fordulót, a várdaiak csütörtökön és pénteken, a Debrecen elleni edzőmeccsekkel készülnek a február 9-i budaörsi bajnoki mérkőzésükre.